Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Egy kevésbé szokásos témával fogunk most foglalkozni, nem annyira lesz, hogy mondjam, tehát csatorna kompatibilis, mint amiket eddig láthattatok, viszont azt mondtam nektek, hogy olyan témákat akarok előszedni, amik, amik úgy foglalkoztatnak, vagy szembejöttek, vagy mondjuk elméláztam rajta, és ez tipikusan egy olyan dolog, ami a hét elején bukott fel a környezetemben, és sokat beszélgettem róla Adrival. És ez pedig a kor. Nyilván egyébként engem, engem amúgy is foglalkoztatta, hogy haladok előre, de szembesültem egy olyan érdekes jelenséggel, amivel kapcsolatban kikérném a véleményeteket egyfelől azért, mert mégiscsak egy közösség vagyunk, egy platform, és ugyanannak a média, média tartalomnak vagyunk a különböző pontján. Illetve azért is, mert hogy az otherworld a célcsoportja az, ahogy én észrevettem, hát azért nem a 20 alatti korosztály, hanem a 25-32, tehát ezen belül mindenki helyezze el magát, hogy hol van, de mindenképpen 25-től fölfelé. És az a Ah, pont ezért gondoltam azt, hogy beszéljünk ilyen dolgokról, mert hogy pont a 30-tól fölfelé. Nem tudom, van köztetek olyan, aki 30 pluszos, tehát már bőven betöltötte a 30-at és a fölötte lévő tengelyen karistól, mert engem baromira érdekelne, de villezli, hogy itt vagy, köszi a 25 hónapot. Szóval érdeked, de 44 vagy? Szeva, Ó, van 33, 41, 40, mi 49, hülyéskedsz. Azt a kurva. 33. Fú, jó, ez egy nagyon érdekes téma lesz, és többeteknek a visszajelzésére is számítok, mert nekem van egy személyes élményem most ezzel a témával kapcsolatban, amit szerintem a címből is levehettek, és én úgy gondolom, hogy akkor erre menjünk is, ennek menjünk is neki, Nuclear hogy ebben az évben töltöttem a 30, az Real 102, valamiért nem hiszem. <laughs> jó, a témafelvetésem a következő lenne, és ezzel kapcsolatban akarnám a kérdésetek, a véleményeteket kikérni. Ugye nem tudom, belefutottatok-e már ezekbe, a, ezekbe az életkor relativizálásos cikkekbe, miszerint a 60 az új 40, az 50 az új 30, ugye ez lesz a mostani témánk. És elgondolkodtam, hogy ez így elmondva, hogy az 50 az új 30, ez így baromira imponáló az 50-es korosztálynak főleg nyilván. Attól én még elég messze vagyok, de azért inkább arrafelé tendálok, mint visszafelé. Tehát, tehát, hogy azt mondjuk, hogy az 50 az új 30, akkor leírva ez nagyjából úgy néznek ki, hogy az 51-elől 30 cal nem? Tehát valami ilyesmi hiszen az 50 az most 30. Aki 50-es, az most 30-nak érzi magát. De az 51-elől 30 cal nem azt jelenti, hogy a 31 előtt vennel. Ez csak így, így felmerült bennem, és ezzel kapcsolatban akarnék egy kis forrásanyagot mutatni nektek, és aztán rátérnék arra, hogy, mi indukál, hogy miért is vettük elő ezt a mostani dolgot. Ugye Carl Gustav Jung, neves pszichológus, mondta azt, hogy az élet 40 fölött kezdődik, és egészen addig csak kutatunk. Ezt nem én találtam ki. Azok számára, akik szkeptikusak, tessék, itt van fönt a, az idézet a

egyébként ezt én is tapasztalom saját magamon. Tehát nagyon fura, hogy én minél inkább előre haladok a korban, annál inkább észreveszem magamon, hogy például lényegesen türelmesebb játékos vagyok, mint egykor voltam. És ebből kifolyólag bizonyos szempontból jobb játékos is lettem videójátékokkal szemben, mint régen voltam. Nem azért, mert a korral javulnak a reflexeim, vagy fiatalosabb lettem, mint bármikor, nem, egészen egyszerűen több türelmem van mondjuk odafigyelni a játékmechanikákra, több türelmem van mondjuk vizsgálódni, körülnézni, egy kicsit elemzőbb szemmel nézni a dolgokat, mint fiatalabban, amikor az ember kapkod, mint doma a ködnek. Úgyhogy ebből a szempontból egyébként igen, aláírom, nyilván ez nem egy univerzális megállapítás, hogy, hogy akkor előre haladtával az ember egyre fiatalabb lesz, de, de vannak egyébként határozottan pozitív tulajdonságai, és ezt nem csak én mondom. Mondanék gyorsan két forrásanyagot, ami a témával foglalkozik. Itt a Nőklapja Café-n, ugye ők szoktak főleg ilyen, ilyen hasonló érzékenységű témákkal foglalkozni. Egyébként rászűrtem Google-on, és ezt találtak a, a felület. Itt mondjuk a szemben mennek az állításommal, azt mondják, hogy az 50 nem az új 30, sok-sok szempontból még jobb is annál. Tehát nem az 50 az új 30, hanem még jobb. Na várjatok. Itt nyilván nőklapja a kafét címen, itt főleg női szemmel vizsgálja a dolgot, de szerintem egyébként fog ezzel rezonálni más is. Itt van egy ilyen, hogy nem volt jobb 25 évesen, ha halandó nőként érjük el az 50 évet, akkor bizony néha már a testünk nem úgy működik, ahogyan megszoktuk. Itt most nyilván a női szempontokat vizsgál, de ne legyünk szexisták, tehát ez szerintem fogunk tudni egy kis rátartással a férfiak is együtt rezegni. Még akkor is, ha szuperegészséges életmódot élünk, és ezzel elkerüljük a korral járó fájdalmakat, betegségeket, a klimax jó eséllyel mindenképpen ránk köszönt az 50. születésnap környékén, ami figyelmeztet arra, hogy nem állt meg az idő velünk sem. De a klimax és az 50 év egyáltalán nem jelenti azt, hogy öregek lettünk, vagy hogy vissza kéne sírnunk a 20 éves időszakot az életünkben. Itt hozzátenném, hogy én például egyáltalán nem sírom vissza a 20-as éveimet, tehát én emlékszem, milyen voltam a 20-as éveimben szörnyű, tehát én nem szeretném újraélni. Nem azt mondom, hogy nem kívánom senkinek, mert azért megvoltak a maga, a maga jó tulajdonságai, de nem cserélném el azt, ahol, ahol most vagyok arra ahol voltam. Ez olyan, mint a, mint a, nem a Galla Miklós, ki volt, az, hanem a Lára András, valamelyik, Ilyen besenyűk is előadásban volt, hogy megyek előre, és jönnek szembe az emberek. Hova mennek? Onnan jövök. Nincs ott semmi. Tehát, hogy hasonlóan állok hozzá, hogy az már megvolt igazából. Nekem izgalmasabb az, hogy a 40 után mi jön. Ott még nem jártam. Itt van egy példa, Réka most 53 éves, hogy meséli lelkiválságba került az 50. születésnapján, és egy ideig nagyon sírt belül a fiatalabb kora után. Nagyjából egy évig tartott, például ráébredt, hogy reálisan nézve nem akarna újra 25 éves lenni. Ha őszintén visszatekintek 20-as éveimre, ez már idézett, akkor egy összezavarodott nőt látok, mondja a Réka. Az életem kaotikus és rendezetlen volt hétvégén, te nem pihentem egy percet, sem csom, hajtottam a bulikat, ittam és alig aludtam. Mondjuk tény, hogy szórakoztató időszak volt, de mellette roppant egészségtelenül éltem, ha csak eszembe jut így 53 évesen, már a gondolattól is elfáradok. Jó, hát ezt, nyilván ezt a e, dolgot itt e, elemzik itt lejjebb, viszont itt van két érdekes dolog, hogy 50 felett lazasság jön. Deborah Carr, szociológia professzor is hasonló jelenséget írt le a Golden Years Social Inequality in Later Life című könyvében, melyben megfogalmazza, hogy a 20-as éveink bizonytalanságát és szorongását az elfogadás, a kiegyensúlyozottság és az önismeret érzése váltja fel. Amikor elérjük a 40-es, 50-es éveinket, íme három dolog, ami 50 felett vár ránk, és amiből a szakember szerint tudhatjuk. Hogy az 50 év nem a vég, hanem az új kezdet, amit igazából ünnepelni kellene. Csak felsorolja három tételt. Ez az lesz, hogy nincs több dráma, viszlát, impostor szindróma, és kit érdekel. Az impostor szindróma, ez fogalmam sincs. De itt a nincs több dráma, ez kutatásra hivatkozik, úgyhogy ezt engem elmondanám. A kutatók szerint az érzelmi reaktivitás, vagyis az, hogy milyen erősen reagálunk érzelmileg az élet hullámvölgyeire, az életkor előre haladtával csökken. Ahogy öregszünk, egyre jobban kezeljük az érzelmeinket, egyre több eszközünk van az érzelmek szabályozására. Ez azt is jelenti, hogy nem leszünk olyan végletesek, jobban meg tudunk birkózni a nehézségekkel, mert képesek vagyunk más perspektívába helyezni az eseményeket. 50 éves korunkra már van elég élettapasztalatunk ahhoz, hogy tudjuk például egy veszekedés esetén, hogy nem lesz rögtön válása vége, és egy munkahelyen elkövetett hiba sem feltétlen jelenti azt, hogy ki fognak rúgni. Nyilván ez a beszekedés természetétől, meg a hiba jellegétől függ, de alapvetően igen. Az életkor előrehaladásának egyik ajántéka, hogy az érzelmeinket reális arányban tartjuk az életünk történéseivel. A dráma hiánya nem jelenti a szenvedély hiányát, csak azt, hogy képesek vagyunk érzelmileg a, és érzelmeinket és energiánkat produktívabb módon felhasználni, mint ifjú korunkban. Ez az, amit korábban mondtam nektek a videójátékokkal kapcsolatban, én például ott érzem hogy ö, előnyömre váltak az évek, mert lényegesen türelmesebb vagyok, és már mondjuk nem kúrom fel magamat úgy játékokon, mint egykor, amikor ö, ö, sokkal pont ebből kifolyólag lényegesen egyszerűbb volt mondjuk a tartalmakat készíteni az Otherworld-re. Ma már, hogyha látok valamit, ami nem tetszik, vagy szar, akkor egészen egyszerűen elfordulok tőle, vagy megspórolok rengeteg időt, és addig foglalkozok valami merőben mással. Ez az impostor szindróma, nem tudom micsoda, úgyhogy ezt gyorsan ránézek, egy ideje gyakran találkozhatunk az impostor szindróma fogalmával. Ez az állapot, amely a nőket jobban sújtja, akkor ezek szerint ezért nem találkoztam vele, mint a férfiakat. Azt az érzést jelenti, hogy csalók vagyunk a munkahelyünkön, és valójában nem érdemeltük ki az elismeréseket, vagy az útunkba kerülő lehetőségeket. Ahelyett, hogy felismernénk, hogy kemény munkánk, vagy tehetségünk révén kaptunk például egy kiváló állást, vagy egy kitüntetést, inkább valami rajtunk kívülálló dolognak tulajdonítjuk a sikereinket. Jó. El tudom képzelni, de én mondjuk, lehet, hogy ez inkább a nőkkel vonható, nem tudom, párhuzamba ez, a, ez az érzelem, mint mondjuk a férfiakkal. De mondom, ez a nőklapja kefén van mondjuk egy ilyen, tehát látszik, hogy itt egy lényegesen pozitívabb belőjelet kap az 50 éves kor, mint amit mondjuk a 30-hoz tulajdonítanak. És végül a sztoriban volt egy, egy anyag, ahol pillanat, ez igaz, a nőklapja kafés cikk az egy 2022 februári anyag, a story pedig egy 2023 szeptemberi, tehát szépen közeledünk a jelenkorhoz. Itt Cindy crawford a modellel készült egy interjú, meg hát egy ilyen, hát igazából valamilyen ilyen lelet mondjuk így. 57 éves a hölgy, egyébként baromi jól tartja meg, csak hát neki vele voltak ilyen beszélgetések, hogy mindenkorban korban új kihívások vannak, meg hogy a mozgás az mindig fontos, társas lények vagyunk, ön, önkénteskedni, hogy nagyon jó, mert azt hiszem a testvér az leukémiában halt meg annó, azóta nagyon, nagyon ilyen filantróp szemléletet vett elő. Mond ilyeneket, amiket szerintem érdemes megfogadni már 50 alatt is, hogy ahogyan a testünk akkor marad fit, ha dolgoztatjuk, ugyanez vonatkozik az agyunkra is. A szellemi frissesség megtartása 50 fölött alapvető fontosságú, és ez nem árt némi tudatosság. Az olvasás sokkal jobb, mintha esténként csak a Netflixet bambulnám. Ebben én is vétkes vagyok, mert sokszor inkább hajlok rá, vagy az X-modell. A sakk és a memória játékok is nagy kedvencnek számítanak nálunk, és szeretjük a fejtörőket is. Én például a társas játékokra csavarodtam rá mostanában nagyon. És akkor itt van egy ilyen gyakorlatilag megvont összegzés, ez szerintem egyébként elég jól összefoglalja azt, amiről van szó. Tudatosan is változtathatunk a hozzáállásunkon azzal, hogy pozitívabban szemléljük a világot. Aki az öregedést a negatívan éli meg, és nem keresi azt, ami jó benne, az nem tudja jól megélni ezt az időszakot. Pedig 50 fölött is kaland az élet, csak meg kell látni a jó oldalát, fejtegette Szindi. Számomra mindig félig tele van a pohár, mert mindenben megtalálom a szépet. Jó, a kis magyar ilyenkor előbújhat az emberből, hogy jó, könnyű azt így mondani, mondjuk többszörös milliómosként, de nem feltétlen pénzkérdésről beszélünk. Tehát azért itt a minták jól mutatják, hogy az, hogy mondjuk Netflix helyett mondjuk könyvet olvasol, vagy mondjuk, hogy utazásra adod a fejed, nem feltétlenül mondjuk a Bahamákra, vagy mondjuk a, mit tudom én, valamilyen exotikus tájra, hanem mondjuk akár belföldön, akár a szomszédországokban valahova, azért az nem egy olyan dolog, ami, ami feltétlenül földhöz kéne vágni az embert. Nyilván nem azokról beszélek, akik minimál bérből élnek, de akik mondjuk közelebb vannak a KSH szerinti átlagbérhez Magyarországon. Nekem több barátom is van, aki igen. Szomorú azt mondani, hogy ez egyébként törről metszett hazugság, amit a KSH mond. Nem teljesen, tehát azért van benne valóság. Mindegy. Szóval azért ezt szerintem meg lehetne egyébként lépni, nyilván nem full luxusban, de azért lehet ezekkel élni. Én például baromira várom a nyugdíjas kort, mert akkor végre nem kell úgy tennem, mintha dolgoznék pusztán azért, mert lejövök az irodába játszani, hanem tényleg leülhetek otthon játszani, és tényleg tényleg egyszerűen csak úgy, úgy, úgy felszabadultan el lehet az ember a, a, játékokkal, és egyébként, hogyha így haladok előre, akkor lehet, hogy a 60-as, 70-es, vagy hát mire addigra meghúzzák a nyugdíjkorhatárt, ha csak nem megyek korengedményes ö, nyugdíjba. Tehát addigra szerintem így 80 év lesz. Egyébként milyen durva ez az egész nyugdíj, nem? Tehát, hogy addig húzzák a nyugdíjkorhatárt, amíg végül úgyis elpatkolsz szépen csendben valami nyavajában, ha pedig valamilyen folytán mázlid lenne és megérnéd a nyugdíjaskort, akkor már van legfeljebb egy-két éved élvezni. Bár addig pont ki fogom pörgetni még egyszer az összes lastofast. Ugye ez a pozitív olvasat, ez az, hogy az 50-es kor az mondjuk miért az új 30, mert mitől fel van sorolva, az, hogy mondjuk emberközpontú gondolkodásod van, és nem pedig befordulsz egyre jobban, mint amit mondjuk a magyar társadalomban nagyon sokszor látni, vagy az, hogy mondjuk utazgatsz, az, hogy sportolsz, az, hogy tényleg tájékozódsz, az, hogy olvasol, és nem csak mondjuk a tévét bámulod, ezek olyan dolgok, amik úgy, úgy, nem képeznek merőlegest arra, hogy a 30-as éveinket elképzeljük, vagy olyan a, a 30-as éveinket megéltük. Tehát ez bőségesen lehet így folytatni, ráadásul ugye elmaradnak a heves természetű reakciók az élet minket sújtó eseményeire, úgyhogy gyakorlatilag érettebben tudunk hozzáállni az életünk, életünkhöz, mint mondjuk annak előtte. Viszont Viszont pont emiatt, meg egy érdekes dolog, hogy oké, okay, hogy az 50-es éveinket majd tök jól fogjuk majd élni, és tök jól fogunk viszonyulni hozzá, de, de mi van a, mi van a 30-asokkal akkor? Ugye úgy kezdtem ezt a mostani podcastet, hogy a 30 lehet az új 50 akkor? Hogyha ezt így nézzük. Na most, én azon kezdtem el agyalni, hogy az, aki most 30 éves, az mondjuk így a 90-es évek környékén született. Tehát ez valami ezek a Z-generáció, meg Y-generációs baromságok. Ezt, akit érdekel, azért láthatja, egyébként ezt marketingesek találták ki. Nincs benne logika éppen ebből kifolyólag. Tehát az, aki mondjuk most 30 éves, az mondjuk 94-ig bezárólag született, 96-ig tart a millenniál Y-generáció, tehát nagyjából nagyjából itt tartunk, de fölöttünk van mondjuk a Z generáció is. Tehát itt mondjuk van egy ilyen tengely, közel van a váltás ezzel a 96-97-tel, de de akkor vegyünk egy szemlét, ugyanis már is van egy cikkünk, a Merrick hozta le, miért vannak kiégve már is a Z generációs munkavállalók. Ugye ez a 97-től 2012-ig munkavállalók. És itt ez egy eléggé nem tudom, ezt nem fogjuk szerintem itt végigolvasni, mert ahhoz azért ez eléggé hosszadalmas, de, de azért szerintem itt, itt a, a bekezdés elejéig elmegyünk, aztán megbeszéljük ezeket a dolgokat, és rátérek majd a személyes tapasztalatra. Tehát itt van egy ilyen, hogy Matt két éve dolgozott könyvvizsgálóként egy kanadai cégnél, amikor észrevette, hogy megváltozott a munkájához való hozzáállással. Voltak reggelek, amikor 11.30 lett amire el tudtam kezdeni a napom, emlékszik vissza. Úgy voltam vele, mi értelme van. A motivációm soha nem látott mélyponton volt. Az akkor 24 éves mert akkoriban egy rémesen rosszul kommunikáló ügyféllel dolgozott. Ha másfél, órát ha másfél órán dolgoztam neki, már tudtam, hogy később úgy is megváltoztatnak egy számot, és újra kell csinálnom az egészet, idézi fel az akkori nehézségeit. Egyébként ez ilyen klasszikus ügyfélkapcsolati probléma, tehát aki ügyfelezett már életében, az tudja, hogy az nagyon-nagyon örli az idegeket. És főleg Magyarországon van egy ilyen hülye ami nem tudom, hogy külföldön egyébként mennyire erős, nekem az a minimális tapasztalat, ami a rendelkezésemre áll, az alapján nem nagyon jellemző, de Magyarországon nagyon benne van, hogy kifizetnek egy X összeget egy szolgáltatásért, akkor abból az utolsó centet kihajtják. Tehát ez alatt azt értem, hogy megrendelnek mondjuk egy, mondok már, mint egy, valamit mondjuk egy egy dizájnt mondjuk, most mondjak valamit, ami elsőre tökéletesen elkészül, mert hát mondjuk elkészült tökéletesen, de mivel úgyis ki kell fizetni az összeget, és ha milyen hülyén veszi ki magát, hogy kértem valamit, és már itt van, jó, akkor kifizetem, hanem én nekem érzékeltetnem kell, hogy én vagyok a megrendelő, úgyhogy ezt az egyébként tökéletesen megfelelő dizájnt én visszadobom valami módosításra, majd még egy módosításra, és miután már kettő meg volt, akkor kitalálom, hogy ja, mégis az első volt a jó köszönöm, mert ugye itt a bérekben, amit Magyarországon például létezik, nem csak a munkabér van benne, hanem azt is kifizetem, hogy én eljátszom a főnököt és ez kibaszott idegesítő. Bevallása szerint a munkája sok ismétlődő és értelmetlen feladatot tartalmazott, és a sűrűbb időszakokban az sem volt ritka, hogy éjfélig tartott befejeznie az aznapi munkát, sőt, mi a volt példa arra is, hogy hajnali háromig húzta az igát. Amikor éjfélkor kijelentkeztem a számítógépemről, akkor is rosszul éreztem magam, mert tudtam, hogy a csapatomban vannak, akik még mindig dolgoznak. No, a tudta, hogy elégedetlen a munkájával, csak akkor ismerte fel, hogy itt kiégésről lehet szó, amikor egy mentális egészséggel foglalkozó barátjával beszélt. És nem ő az egyedül, akit érint a probléma. Egyre több fiatal munkavállaló számol be a kiégés érzéséről. Az Indeed álláskereső webhely, igen, ezért a bekezdésért választottam is ezt a cikket, de az Indeed álláskereső webhely 2021-es felmérése szerint például azt mutatja, hogy az Y és Z generáció munkavállalói között a legmagasabb a kiégés aránya 59 illetve 58. Ráadásul ez a mutató a Z generációnál hihetetlen sebességgel növekszik. 2020-ban ugyanez a szám a Z generációsok között 47 volt, az Y generációnál pedig 53. Tehát ö, azt lehet látni, hogy ö, itt ö, az egyiknél 47-ről 59-re, a másiknál meg 53-ról 58-ra. Tehát ez, ez eléggé durva. És akkor a kiégés már a legelején, tehát csak, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. A kiégés egy ideje jelentős probléma a munka világában, de aggasztó, hogy sok fiatal már a karrierje legkorábbi szakaszában is kiégve érzi magát. Annak megértése, hogy miért érzi olyan sok fiatal túlterheltnek a munka kulcsfontosság... Uh, mi? Hogy miért érzi olyan sok fiatal túlterheltnek a munka kulcsfontosság... Ez hülyén van leírva. Tehát, hogy uh, hogyan, miért érzi magát sok fiatal túlterhetnek, csak nem így van leírva, kulcsfontosságú lesz az új munkavállaló generációjának segítésében. Kim Hollingdale, a kaliforniai Pepperdine Egyetem pszichológiai adjunktusa, aki kifejezetten a kiégés gyógyítására szakosodott pszichoterapeuta, azt mondja, hogy a pandémiás stresszorok minden generációban magasabb kiégési rátát eredményeztek. Mindazonáltal úgy véli, hogy az generáció körében jelenleg ezek a stresszorok még inkább koncentrálódnak. Ott van például a munkahelyi, erőhiány, a munkahelyi erőhiánytól a pénzügyi stabilitás, a túlhajszolt kultúrájának, túlhajszolás kultúrájának normalizálódása és a kikapcsolódásra való képtelenség is. Egyébként ezt magam is tapasztaltam, tehát ez egy borzasztó, amikor egyszer nem tudsz kikapcsolni, tehát végeztél a munkával, fölmentél a lakásba, ott vagy az, a feleséggel, a gyerekkel, meg a lakással, meg mindennel, és a fejedben még mindig a munkán kattog az agyad, ez borzasztó. Az égeneráció rendelkezik a legkevesebb munkahelyi tőkével, ami azt jelenti, nekik van a legkevesebb hatalmuk ahhoz, hogy nemet mondjanak a plusz feladatokra, és hogy határozott és hogy határokat húzzanak a munkahelyükön. A 22 éves briteni, aki a professzionális szolgáltatási ágazatban dolgozik, az Egyesült Államokban azt mondja, hogy folyamatos teljesítménykényszer alatt érzi magát, ami túlterheltséghez és kiégéshez vezetett nála. Bármire igent mondok, és bármeddig fenn is maradok, ha azt mondják, erre van szükség. Kemény dolgozónak akarok tűnni, mondja. De ez nagyon megviseli, ha bár még nem sok évet töltött a munka vidágában. Egyszerűen kimerültnek érzem magam, állandóan fáradt vagyok, még mindig van energiám barátokkal találkozni és szórakoztató dolgokat csinálni hétvégéken, de nem annyira, mintha nem lennék kiégve. És akkor ezt itt lehet görgetni, ami már címekből is jön, dövek, vagy infláció, stagnáló bérek, igen, ezt Magyarországon is ismerjük. Sok Z generáció csak a homofist ismeri, ezt máshonnan is hallottam problémaként, van kiút, és akkor itt vannak ilyenek. És végül pedig, hogy még csak 20 éves, de már kiégett. Ugye ez viszont már itt bőven a. A... Hát ez már még csak nem is a Z generáció, hanem ez már az alfa generáció inkább. És de bbc is 21-es BBC cikket idéznek hogy legfiatalabb munkavállalók is szorongásról, kimerültségről számolnak be, pedig még csak a pályájuk elején járnak, állítja a BBC egy 21-es kutatásra hivatkozva, ami szerint az égenerációs fiatalok 59%-a kiégetnek érzi magát. Utána jártunk, mi ennek az oka, de most itt csak az idézeteket érdemes csak venni. Mikor, mikor már el kellett volna kezdeni a munkát, még órákat forgolódom az ágyba cserébe, aztán hajnali háromig dolgozom. Ez gondolom a vállalkozókra igaz leginkább. Aláírom, ilyen tényleg van. Monoton szükségtelen munkát végzek, aminek nincs társadalmi haszna. baz meg erről. Nem mondom, hogy órákat, de rengeteget tudnék mesélni. Tehát. Sőt, egyébként vannak ilyen dolgok, amik így tényleg. Hát, és hogy mondjam. Nem csak a munka jellege tudja kiégetni az embert, hanem a maga a munkában érő impulzusok is. Én talán meséltem nektek azt, hogy én dolgoztam egy telekommunikációs cégnél a könyvelési osztályon, de ott volt ügyfélkapcsolattartási feladatunk is. És a lényeg az, hogy volt olyan szolgáltatás, hogy amennyiben neked mint, mint átlag embernek van mondjuk egy telked, és mondjuk engedélyezett, hogy a telkeden mondjuk egy rádiótornyot létesítsenek, egy átjátszó tornyot, vagy bármi ilyesmit, akkor azért neked bérleti díjat fizet a, a, szolgáltató. És fel kellett hívnom az egyik ilyen tagot, ugyanis rákos megbetegedést diagnosztizáltak nála és én most nem akarok ebbe belemenni, hogy erről a rádiótorony tehet-e, vagy ez tőle teljesen független. Maradjunk annyiban, hogy valószínűleg nem segített rajta, hogy az úgy ott volt. És pont az volt a lényeg, hogy fel kellett hívni a folyósítást, hogyan intézzük, mert aktuális volt a következő kifizetés. És föntről azt az utasítást kaptam, vagy az a információ jött, hogy ne kapkodjak ezzel a hívással, várjuk meg, hogy ö, mi történik. Ha értitek, hogy mi volt a sugallat az információban. És ö, tudod, ott ültem, hogy most így konkrétan, most tényleg ezt kértétek tőlem? Most tényleg megvárjuk, hogy ö, mi történik? És ö, ö, szóval ezek azok a dolgok, amik így, így eléggé eléggé szíven tudják vágni az embert, és, és hát sokat elmond, hogy én már 20 éve, hát 20 éve, szűk 20 éve, hogy nem dolgozom ott, de ez a, ez a munkahelyi emlékem az, ami ott a legerősebben velem maradt ottani eseményekből. Szóval igen, ez a fajta kiégés, ez, ez hozzá tud tenni. És úgy, olyan munkát végeztem, amit egyébként biztos voltam benne, hogy egy, egy alaposabban összerakott makró, vagy valamilyen automatika is el tudna végezni. Tehát érzed, hogy felesleges a munkád, és hogyha nem lenne eléggé szar, hogy felesleges a munkád, még ráadásul azt még egy, egy szemét ládának is érzed magad. Aztán itt van az, hogy váltsunk vissza, hogy fáraszt az ügyfelekkel való nehézkes kommunikáció, és akkor még óvatosan fogalmaztunk a nehézkes kommunikációról, eszméletlen sok fasz van az emberek között. Tehát én, én nagyon, fú, gyerekek. Nagyon-nagyon. Olyan mérhetetlenül ostobák. És, és ráadásul ott még türelmes voltam. Ez az egyetlen dolog, amivel kapcsolatban a kor előrehaladtával rosszabb lett nálam a helyzet, hogy például az emberekhez való viszonyom viszont romlott. Tehát amennyiben mondjuk türelmesebb lettem mondjuk a közlekedésben, vagy a videójátékokhoz, vagy amennyire most már nem kúrnak fel mondjuk a filmekben látott, hülyeségek annyira, mint régen. Úgy például az emberekhez való viszonyom az rettenetesen megromlott. Tehát azt mondtam nektek egyébként, hogy mindig küzdöm ezzel a hülye parámmal, ami van ez az egészségügyi szar, és egyébként egész jól haladok vele, viszont az emberekhez való viszonyom, tehát például tegnap voltam a spárban, és ott is kijött. Tehát az, hogy bent voltam, és csak az, hogy vártam. Nem sokat de az, hogy várnom kellett valakire, aki előttem volt, és kinyomta a pulzusomat 130-ra. Úgy, hogy semmi nem indokolta. De csak azzal, hogy bent volt. Ott áll előttem egy csaj. A ö, hentes pultnál vagyok. Semmi más nem akarok, csak egyetlen csík kolbászt az estére csóhoz. Semmi más, csak egy kolbászt. És a csaj ott van, ö, behúzott már valamit magának, oké, okay. és ott van, hogy máj krémjük van, ott van előtte a pult, bazd meg. És nincs. Hmm. Körözött van, ott van, bazd meg, oldalt egy pont. Ott vannak az ilyen körözöttek, meg saláták, meg ilyenek. Tehát, hogyha van, akkor ott van. És így, Nincs, jó, akkor is, ö, ezek mind olyan dolgok, amik egyébként nem kéne, hogy felkúrjanak. Mert ö, ezek így benne vannak igazából a, a mindennapokban. De nem bírom már elviselni. Tehát ez nekem már kurvasok. És akkor beállok az önkiszolgáló pulthoz, tudom magamról, hogy lepakolok, áthúzom a vonalkódot vizetek a kártyával, bepakolok és elhúzok nálam, ez kurva gyorsan megy. Tudom, mert látom a többieknek milyen tempóban megy. És látom, bazd meg, hogy tőlem fiatalabbak is, bazd meg, ilyen lassúsággal húzzák le a vonalkódot, mintha nem tudom, ők egyébként így lógnak a suliból, mint nincs suli. De vagy a melóból, vagy otthon nem akarnak lenni, de, de, akkor miért nem mennek le a játszótérre? És, ez mind lejátszódik az agyamba, és elkezdek egy ilyen légzés gyakorlatot végezni. Már ott a, a sorban, hogy állok, hogy nyugalom, nincs baj, egészséges vagyok, minden, egész tényleg mantrázom magamban, hogy egészséges vagyok, nem fogok szívinfarktust kapni, minden rendben van. És akkor tényleg elkezd szépen visszamenni a pózusra. tehát igen, tehát az emberekkel való beszélgetés, egy időben egyébként élveztem. Most már, ha csak lehet, nem megyek emberek közelébe. Tehát ha csak lehet, kerülöm. Aztán nem tudok nemet mondani, de folyton kimerült vagyok. Alig jut időm magamra és a barátaimra, de bűntudatom van, ha nem dolgozom. Ezt egyébként az a durva, hogy, hogy, mondhatjuk azt, hogy jó, hát igen, erről szól a munka, hogy dolgozol, és nem a haverjaiddal vagy, meg otthon fened egész nap. De bazd meg, itt húsz évesekről beszélünk. Tehát egy húsz évesnek a munka az egy ilyen kötelező, rossz kell, hogy csak legyen azért, hogy elmenjen utána bulizni, meg koncertre, meg nyaralni, meg lógassa a lábát, hogy megélje a húsz éves időszakát. És ehhez képest azt érzi, hogy mindenre vadintenye, csak erre nem. És akkor itt van a cikk, hogy többek között ilyen mondatok hangzanak el sok 20-25 év közötti fiatal a szájából, a kutatások pedig egyértelművé tették, hogy nincs még egy korosztály, akik közül annyian kéktek volna, mint a Z generációban. A helyzetet pedig még tovább súlyosbítja a pandémia, ugyanis míg a többi korcsoportnak 73%-a panaszkodott a covid-alatti fáradtságra, az égeneráció e tagjainak 80%-a küzd azóta még erősebb motiválatlansággal. Ez ugyanaz a Kim Hollingdale lehet, aki az előző cikkben volt? Kim Hollingdale követ ugyanazt a forrást idézik. Kim Hollingdél a kaliforniai Pepperdin Egyetem pszichológus, pszichológus professzora szerint az égeneráció e küzd a legtöbb és legnehezebb típusú stresszel az összes korosztály közül. Őket érinti leginkább a munkahelyi elnyomás, az anyagi bizonytalanság, a túlhajtottság, és ők képesek a legkevésbé határai kijelölésére és nemetmondásra. Mivel még pályájuk elején járnak, úgy érzik, többet kell bizonyítaniuk az anyagi biztonság és elismerés eléréséért, éppen ezért erőn felül teljesítenek és a pihenés, idei, pihenés idejét. És újabb feladatok elvégzésére szállják inkább. Most nagyon genyó leszek, ez mindig így volt. Tehát mindig is a fiatalabbakat szopatták az összes létező munkahelyen. Nem azt mondom egyébként, hogy ez rendben van így, csak azt mondom, hogy nem ők az elsők, akik ezzel szembesülnek, viszont azt nem veszem el tőlük, hogy nekik, pont a COVID időszak miatt, ez kurva szar. A saját családomban is látom, hogy a... vannak rokonaim, tizenéves gyerekek, akiknek az, hogy egy évet otthon kellett lenniük, a pandémia alatt, az nekik például a szocializációs folyamatban egy, nem azt mondom, hogy behozhatatlan, de legalábbis nagyon nehezen behozható lemaradást eredményezett. Azóta is. Egyébként mind a két oldalra van kutatás, tehát az, hogy miért jobb mondjuk, tehát miért tekinti mondjuk az 50-es korosztály magát 30-asnak megfelelőnek, és miért tekinti magát a 30-as, a 20-as korosztály olyan kiégetnek, mintha már legalább még ennyi időt töltött volna a Földön. És én a napokban vettem észre valamit, ami egy ilyen, egy ilyen nagyon fura dolog, hogy ezek mind egyébként statisztikák, meg mind ilyen kimutatások, meg, meg olyan dolgok, amik lehetnek, nevezhetünk egyébként absztraktnak is, mert százalékok ide-oda, valakinek mondjuk Sors csapásként éri meg a munkáját, meg nehezen tud időt tölteni a barátaival, meg, meg ilyesmi. Ezek olyan dolgok, amik nagyon általánosan vannak elmondva. Viszont amit én észrevettem az ismerettségi körömben, az egy tök új dolog, és nagyon érdekel, hogy ezzel kapcsolatban ti például mit tapasztaltatok. Mert szerintem van egy olyan jelenség, ami úgy terjed a társadalomban, mint a ragály. Erre akkor jöttem rá, amikor a, a betegséget, amivel most dolgozom, amit most éppen kúrálok, rá kellett jönnöm, hogy meglepően sokan szenvednek ettől. Még az én ismeretségi körömön belül is. Tehát ezzel a gonddal, hogy rosszul alszanak, és pánikrohamaik vannak. És olyan emberek, Akikről nem hittem volna, mert nem beszéltek róla. Sőt, amikor ez kiderült, és az egyikük megkeresett engem a régi csapatunkból, az egyik srác felhívott, hogy látta, mit írtam ki YouTube-ra, és hogy ő pont ugyanettől szenved, és hogy ő egyébként leült saját baráti körével beszélgetni valahol, és emlékeztette őket, vagy figyelmeztette őket, hogy ha rájönne egy párnikról, és el kell hirtelen mennie innen, ne vegyék magukra, mert nem nekik szól, egész egyszerűen most egy ilyen dologgal küzd. És akkor Jelezték neki a barátai, hogy ott is többen ugyanettől szenvednek. Egymás között nem beszélték ezt meg. És nekem van egy olyan hogy ebből, ha csak az én ismeretségi körömben ennyi ember szenved ilyen problémától, akkor még mennyien lehet az országban vagy a világban? És erről nem találtam cikkeket, pedig higgyétek el, hogy kerestem, mert amikor nem tudtam még, hogy mi lehet a gondom, akkor én is be voltam szarva. De nem találtam erről semmit. Semmi érdekeset. Vagy semmi olyat, ami kifejezetten erre reflektálna. És most egy kicsit kutatást is akarok végezni egy másikkal kapcsolatban, ez pedig a családalapítás. Hogy mitől lett az, hogy a 30-as korosztály és itt főleg a pasik, azok pánikszerűen kezdenek családot alapítani. És itt nem az eufemisztikus túlzásról beszélek, hogy 30-as az már csinál magának családot, meg ilyesmi. És azok, azok se érezzék, hogy most billentyűzetet kell ragadni, akik azt akarják ebbe belelátni, hogy én család ellenes vagyok, mert múltkor volt már egy ilyen hülye gyerek, aki azt mondta, hogy azzal, hogy én nem tudtam pihenni a nyaralásnál, ezzel burkoltan azt mondom, hogy utálom a Mert Volt ilyen youtube on egy ilyen kommentelő, nézzétek meg, tehát egy igazi metszett faszfej. Tehát nem erről van szó. Viszont azt úgy lehet tudni, hogy a nőket a biológia jóra sokkal jobban sürgeti, mint a pasikat. Tehát egy férfi 70 évesen is tud gyereket csinálni, élő példa erre Al Pacino és Robert De Niro. Tehát ez nem probléma. Egy nőnek azért ez egy lényegesen gyorsabban aktuális, aktuálissá váló dolog. Éppen ezért egy pasi ráérne. Lehet azt mondani, hogy igazából minél később vállal az ember gyereket, annál inkább csökken. Az esélye annak, hogy mondjuk ott tudjál lenni az érettségén, az egyetemi a diplomaosztóján, vagy megérhesd az unokádnak a születését, meg ilyenek, de ezek nem azok a, az érzések, amik az ösztönből fakadnak. Tehát ezek nem ösztönszerű reakciók, hanem mondjuk egzisztenciális és megfontolásbeli ö, dolgok. Itt ösztönszintű dologról beszélek, hogy valamiért a 30-as pasik, mintha mintha itt átgázolnának minden akadályon, hogy most nekik mindenképpen gyerekkel. És, és egyébként nőknél is látok mostanában ilyet, hogy 30-as nők, akik egyébként semmi okuk nem lenne panaszra a szó semmilyen értelmében, de barabbra elkezdtek frusztráltan viselkedni 30 éves korukban. Hogy, hogy mondjuk maguk maradnak, nem találnak párt, vagy nem olyan emberre vannak együtt, meg ilyesmi. De ez mind a 30-as korban kezdett így ö, sűrűsödni. És ez indukálta nekem a mai, mai duzzogást, hogy mi ennek az oka? Miért van az, hogy a 30-as korosztály az ilyen mérhetetlenül azt kezdte érezni, hogy fogy az ideje? Ezt most sikerült megfogalmazni magamban, de szerintem elég jól lefedi a helyzetet, hogy a 30-as korosztály úgy érzi, és nekem ez az a külső olvasatom, hogy baromira kevés az ideje. Több, ne, mondom, a közeli barátaim között látok olyat, aki ö, aktívan keres magának párt, és nemrég vett magának lakást, ne tudjátok meg mennyiért, és elkezdte a törlesztőt, kurva jó keres a srác, de ezzel együtt hiszem, egy 20 évig fogja fizetni a törlesztőjét az ingatlannak. De most összejött valami csajjal, és lehet, hogy kiköltöznek külföldre. És így gondolkodtam azon, hogy még nem vagy 30 éves, van egy ingatlanod, aminek fizeted a törlesztőjét, és most megismerkedtél frissen egy csajjal, és ezek kiköltöznél valahova külföldre, kvázi új életet kezdeni. Hova kapkodsz? Mi, mi, de végig gondoltad egyáltalán ezt a dolgot? Tehát Egyébként ez, ez így egy hirtelen jött ötlet volt, vagy ennek van valami háttere? És ez nem akarok... Tehát nagyon nehéz ezt innen megítélni, nyilván, tehát minden egyes alkalommal ez egy többletemóciót igényel, hogy bele tudjam képzelni magam azoknak az embereknek a helyzetébe, akik ezen ténylegesen átmennek, meg benne vannak, de de nem értem, hogy miért lett ennyire, ennyire ez egy általános jelenség, úgyhogy őszintén szólva, nagyon érdekelne, hogy ti cseten mit mondtok erről, hogy a 30-asok, ha ti is tapasztaljátok magatokon ezt a fajta pressziót, akkor mondjátok már el hogy ez honnan ered? Hogy miért miért a 30-as idősáv az, ahol ennek mindenképpen meg kell történnie. Mert ha viszont tényleg az, hogy ott akarok lenni az érettségi, meg ott akarok lenni a diplomaosztón, akkor viszont az a kérdésem, hogy miért olyan kurva fontos az az érettség, és miért olyan kurva fontos az a diplomaosztó, hogy, hogy most azonnal nem számít igazából, hogy milyen kapcsolatba ugrasz bele, nem számít igazából, hogy mit áldozol fel, meg mit. ott kell lennem azon a kurva diplomaosztón. Tehát akkor viszont erre lenne kérdésem. Tehát ez egy komplex kérdés, nem tagadom, de nagyon érdekelne, hogy milyen válaszok jönnek rá. mondjai mondja, hogy biztos, hogy valami társadalmi cucc. Dark Szektor mondja, hogy az, hogy valakinek van gyereke attól még azt mondani, hogy igen, elfáradt az ember, meg nehezebb sok dolog, ez nem jelenti azt, hogy valaki utálja a gyerekét. Köszönöm szépen. Egyébként halálkom, mondom, tehát anyám mondta, és tök igaza volt, hogy akinek nincs gyereke, nem tudja, mi az igazi öröm, de az sem, hogy mi az igazi fájdalom. És ezt ezzel tovább tudok menni. Nem tudja, mi az igazi fáradtság, nem tudja, mi az igazi ö, feldobottság, nem tudja, nem nem, 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 ismeri ezeket a fogalmakat. Tehát én a feleségemen látom, aki fel kell a gyerekhez, hogyha este kell menni szoptatni, vagy ringatni, vagy visszaaltatni, vagy ilyesmi, hullafáradt. És nem nagyon tudja behozni ezt a pihenést nap, közben egy-két lopott órával tud aludni, de, de hát ez nem ugyanaz, mint hogyha este rendesen kipihened magad. Én persze próbálok segíteni, ahol lehet, de nyilván mondjuk egy, egy szoptatást nem tudok átvenni. És a szoptatás utáni fektetés is mostanában nekem valamiért nem megy. Amíg pici volt a gyerek, addig tök, szíve, tök simán le tudtam tenni. Most valamiért újra kell tanulnom ezt az egészet. Tök fura. Gerappa, az nem neked fontos, hogy ott legyél a diploma osztón, hanem a gyereknek. <laughs> Igen. Igen. Jól mondja, hogy ez egy nagyon jó téma. Köszönöm szépen, igyekszem. Noobs Player Home mondja, hogy nekem egy hónap múlva lesz az esküvő, mert beszéltünk a gyerekvállalásról is. Azt vettem észre, hogy az elmúlt kb. 110 év gyorsan elmúlt utazás. Ez a 110 év, 10 év lehet. Olyan gyorsan elmúlt utazás, bulik, játék, stb. Vagy úgy érzem, hogy ha most nem vállalunk gyereket, akkor megint elmegy 10 év. Aha. Na ez mondjuk érdekes hogy miért érezzük gyorsabbnak az idő múlását, mint annak idején. Aha, na ez, ez, ez egy kurva jó felvetés, ez nagyon tetszik. Tehát lehet, hogy az időérzékelésünkkel van alapvetően a probléma, hogy nem úgy éljük meg mondjuk az egy évnek a múlását most, mint mondjuk, hogy előbb említetted tíz évvel ezelőtt. Erre nem gondoltam egyébként, ez tényleg jó. Zakika amit mond, hogy mert ahogy haladsz, egy bizonyos időszak az viszonylag kevesebb része az életednek. Egy időszak az viszonylag kevesebb része az életednek. Tehát úgy érted, hogy mondjuk vannak, tehát hogy szakaszokra bontunk mondjuk csak a példakedvéért egy évet, és mondjuk vannak szakaszok, amiket sokkal fontosabbnak élsz meg, és a kevésbé fontosak azok kvázi rövidebbnek is tűnnek, és ettől pedig az össz év érzete zsugorodik össze? Arra gondolsz? Lét volt a is, hogy például, amikor 10 éves vagy 5 év az életed fele, de 30 évesen már ö, volt sok 5 éved. Aha. Ja, értem. Tehát az arányszámok sűrűsödnek. Tehát ezek az arányszámok lesznek egyre sűrűbbek. Tehát, hogy még a 10 év áll 2 évből, a 30 év már 6 évből áll. Ö, ez, így, így, viszont nem, nem tudom, hogy ez így van-e. Biztos egyébként a tudat alatti a dolog. Tehát nem hiszem, hogy valaki otthon van, és mondjuk elkezd egy egymáshoz tologatni, hogy hú, itt öt év, meg ott öt év, akkor ez most így jön ki a 10, de most ott tartok, hogy ez a két rizszem már négy risszem, és jövőre töltöm a harmincat, akkor ez a négy risszem már hat risszem lesz. Tehát nem tartom valószínűnek, hogy ilyesmi van. Tehát semmiképpen sem tudatos. De van nekem egy elméletem, ezt megosztanám veletek. Nem a megalapozott, és nem arra akartam kifuttatni, hogy ez legyen a fősodrat, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Serintem, vagy mi van akkor, ha ez a fajta nyomás, ez azért jön létre, mert ezek körül az emberek körül egyre több a családos. Ez egy kicsit ilyen rókafogta, fogta csuka esete lesz ez a példa, mert nem nagyon magyaráz meg sok minden, de megpróbálom kifejteni. Tehát amikor ö, mi például beleugrottunk Adrival a gyerekbe, akkor ö, nekem volt egy olyan elképzelésem, egy ilyen dőre fantáziám, hogy engem nem fog a gyerek kenyérre kenni, miért tenni, hát voltak tengeri malacaim, hát tudom nagyjából milyen az, hogyha kenyérre ken valaki, ezt bőven fogom tudni kezelni, nem probléma, és ráadásul nem fogok, nem leszek hagyományos értelemben vett szülő, meg apuka, akinek tudjátok, az összes témája az a gyerek körül forog, ha szóba kerül valami, akkor jaj, hát hadd meséljem hogy a gyerekkel mi vagy gyűlölöm az ilyen embereket, és... Nem leszek az az ember, aki nem mozdul ki otthonról, mert állandóan a gyerekkel kell lenni, hanem valahogy megoldjuk, hogy minden jó legyen, és persze pörögjön közben az életünk, jöjjenek hozzánk vendégek, meg stb. Ez volt az elmélet. Aztán jött a gyakorlat, és kiderült, hogy kurvára nem fogja megállni a... a nem, nem, áll, nem állta ki az időpróbáját, mert végül sokat maradtam otthon, olyan, És mivel sokat van az ember otthon, és sokat foglalkozik a gyerekkel, ezért az őt érő ingereknek nagyjából a 90%-a, vagy még több a gyerekhez köthető. És innentől kezdve, ha kimozdulsz, és beszélgetned kell valakivel, hát nagyon nehéz témát találni, mert az ott a, 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 a hetek, meg a hónapok során szerzett ingereknek a tetemes része az, az egy konkrét helyről jön, egy konkrét személytől jön. És rá kellett jönnöm, hogy egyébként ez egy természetes izolációs folyamat. Egy olyan természetes izolációs folyamat, amire szerintem nem sokan vannak felkészülve. Megkockáztatom, hogy szinte senki nincsen, fel, sőt, senki nincsen felkészülve, hogy lenne felkészülve, baszki, hát ez nem olyan, hogy hogy nem tudom, kutyát válasz, vagy tengerimalacot válasz, vagy bármi ilyesmit, amit így, így, így az el tudok képzelni nagyjából, hogy milyen területen fog mozogni, és naponta kétszer-háromszor lenni kell adni neki, aztán csókolom, és jól van. Tehát azért ez egy, az, hogy kitölti a napodat, erre nem tud felkészíteni senki. Na és itt jön be a képletbe az, amit mondani akarok, hogy ezek a családok szükségszerűen izolálódnak. Valamilyen mértékben. Vagy teljesen izolálódnak a baráti körtől, és erőn felül kell teljesíteni, hogy amúgy a baráti kapcsolatok tarthatóak legyenek, ebben az esetben viszont csak részben izolálódnak a baráti körtől, de mindenképpen izolálódnak a baráti körtől. És előbb-utóbb azok a barátok, akik család nélkül maradnak, azon veszik észre magukat, hogy a barátaik, akiknek már családjuk van, azok így eltávolodtak, kvázi ő magára marad és mondjuk megfeleződött a baráti társaság, vagy a két kétharmada eltűnt. Szerencsétlenebb esetben pont azok kerültek ki a képletből, akikhez a legjobban kötődött. És ez jelenthet egy olyan pust, hogy megjelenik az embernek a feje hátsó szegletében egy hang, hogy ha egyedül fogsz maradni. Ez lesz innentől. A gyerek az nem fog visszabújni az anyamébe, hanem az most már itt lesz. Ez az állapot, ami jelenleg fennáll, szokjál hozzá, ez marad. Mint üzenet. És el tudom képzelni, ez például a 30-korosztályban as korosztályban egy olyan ö, hajtóerő lehet, ami például bele tud sodorni embereket abba, hogy mindenképpen ennek a ennek az izolációs folyamatnak ők is a részei legyenek. Mert akkor ők is ezen a fokozaton tudnak kapcsolódni mindenkihez, és gyereket meg amúgy is valószínűleg mindenki akar. De legalábbis ez a társadalmi szemlélet. Na most el tudom képzelni, hogy ez van mögötte. Hogy a, a többiek jelentenek amúgy nyomást azokra, akiknek még nincs. És ugye a 30-as korosztályban szerintem úgy elindul, szerintem ennek van egy gravitációs mezeje, és vonza magához azokat, akik még nem tartanak, mondjuk annál a pontnál. Ő, vagy még többet dolgozol, igen. Ö, érdekelne ezzel kapcsolatban egyébként a véleményetek. Szerintetek ennek van alapja. Mert ö, meg tudtam indokolni, persze, de itt is voltak tök jó vélemények. Úgyhogy ö, korábban mondta Szán Gohám, hogy hogy mivel monotonabbak lettek a napok, mikor elkezd az ember dolgozni, úgy tűnik, mintha gyorsabban menne az idő. Közben csak nincs mire emlékezni, ami emlékezetes lenne, és visszatekintve olyan, mintha elrepült volna az idő, legalábbis én így érzem. Ez is egy iszonyatosan jó meglátás, és baromira jó, hogy felvetetted, mert e, e, mert ez például a, a unokatestvéreimnél látom. Tehát ők például most vannak rászervülve a videójátékokra, és Baszki, ha megkérdezném tőlük, hogy egyébként mit csináltak, vagy, vagy mi történt aznap, vagy akármi, nem tudnának egy érdemleges dolgot mondani. E és tényleg úgy telnek el a napok, hogy látom már rajtuk mert most ezt a kiégésszerűséget, hogy e csak lődörögnek, meg úgy elvannak, ugye vannak, de hogy igazából nincsen túl sok kedvük semmihez. Nyilván én se a 40 éves unoka bátyámnak a társaságában képzelem el, mondjuk a hétvégémet, vagy mondjuk a nagyszülőknél, vagy ilyesmi. De de tudjátok, valahogy ez, a, ez az élmény, ez a tapasztalás ez az kapcsolatban. És ö, szerintem ez nálunk nem így volt. Tehát ö, most, most csak a videójáték példánál lerakadva tehát például, amikor mi videójátékokkal játszottunk, még a, még a megboldogult időszakban, amikor még minden jobb volt, akkor minden jobb volt, és egyszerűen egyszer jobb volt az élet. Nem? Tehát ö, akkor mondjuk ilyenekkel játszottunk, mondjuk, mint az Alone in the Dark, vagy a Battle Zone, vagy, vagy, vagy mit tudom én, Dark Earth, meg ilyenek, ezek lassú játékok voltak. Ezeknek a játékoknak érteni kellett a történetét, igényelt a kombinatorikát magas maga szintjén, és valahogy nem csak azt érezted, érted, hogy letoltál egy baromi impulzív meccset, hanem a Fortnite-ban, vagy valahol máshol, hanem, hogy valami, valami valamit úgy elértél, tehát mintha egy történet része lennél. Hú, horror játékkal játszottam az Elonid Dark-kal, még tilosban is jártam annyi idősen. fú tehát dupla öröm. És őszintén, ezzel azért úgy eléggé, tehát ezzel a szársás mondjuk elég nehéz kommunikálni bárkivel, hogyha valakinek ilyen szélesre nyitja az inger küszöbét mondjuk egy, 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 egy kompetitív videójáték. Például, most mondtam valamit, de mondhatnám mondjuk a nagyon-nagyon villogós Marvel filmeket is a bizonyos korosztálynál, mert onnan nagyon nehéz mondjuk leülni valakivel, mondjuk rajzolgatni. Például, most mondtam valamit. Ebben is lehet valami visszatérve, hogy az eseménytelen napok azok valahogy úgy gyorsabban múlónak érződnek, mert tényleg, hogyha mondjuk egy-kettő ilyen nap összejön egy héten, akkor a hét végén már valószínűleg fel sem tudod idézni, hogy aznap mit csináltál. Simán benne van. Heroik sepper mondja, hogy olvas Bergson-t, ott tételfilozófia alapvetés szerint az ember két idősíkot érez. Jól hangzik egyébként, majd ránézek Bergson. Nem mit nem van ezt a témát egyébként, ennyire fogjuk tudni amúgy elemezni. Mert nyilván nem akarok így nagyon belemenni ilyen dolgokba, meg, meg, nagyon mélyre menni, meg, meg ilyesmi, csak, csak valahogy úgy foglalkoztat, hogy, hogy mi lehet ez. És különösen azért, mert azért úgy tapasztalom, hogy sokan úgy, vágnak mondjuk bele a család alapításba, és ez nem csak mostanában, nem, nem feltétlenül a barátoknál, de családban úgy, úgy messzebb meg távolabb ismerősöknél. Tehát sokaknál látom, hogy, hogy úgy vágnak bele az ilyesmibe, hogy, hogy utána se gondolnak. Tehát mintha az lenne a családalapításnak a filozófiája, hogy utánam a víz az ön. És hogy meg kell csinálni, és ha eljutottam odáig, akkor minden fasz, mintha úgy tekintenének erre, mint egy versenyre. Egy versenyre, amit egyébként nem mással szemben vívsz, hanem minél előbb be kell jutni a célegyenesbe. És ha bent vagy a célegyenesbe, akkor nyertél. Csak hogy itt az időközben ketyek tovább. És minden, amit az odaúton nem szereztél meg, minden, amit útközben fellöktél, minden, amire nem figyeltél, és minden, amit elmulasztottál, az utol fog érni. Tehát kicsit olyan, mintha minden dolog a célegyenes felé vezető úton idővel feltámadna, és utána jönne, és beérne idővel a célegyenesben. És akkor kiderül, hogy mondjuk azok az áldozatok, amiket meghoztál például mondjuk a családalapítás érdekében, azt mondjuk elhanyagoltad például a feleségeddel szemben. És hiába van mondjuk már két csodálatos gyereketek, a kapcsolat az már kihűlt. Lehet, hogy lassítani kellett volna. Ö, vagy hogy megvan mondjuk a két csodálatos gyerek, tök jó a kapcsolat mondjuk a, az asszonyjal, meg minden, de kattogsz azon, hogy basszus közben elmúltak a 30-as éveim, amikor úgy, úgy, úgy hogy tényleg úgy mozogtak volna a dolgok, de most már beleléptem abba a joviális 40-be, abba a joviális... Ö, kora ötvenbe. Most már nem fogok kimenni azokra a koncertekre, amik úgy tényleg érdekeltek volna, mert hát most, mert ha már kimegyek koncertre, akkor már innék két sört is, de hát az elmúlt évek óta már úgy le is jöttem róla, nem akarok megborulni, meg nem bírja már a szervez, érted? És akkor úgy minden olyan dolog, ami, és nem azért, mert most itt a, a bebaszás oltárán akarom feláldozni a családot, nem arról van szó, csak tudod, azok az élmények, hogy, hogy kell az, hogy érezd, hogy nem áldoztál fel az egészért semmit, mert ez egyébként idővel meg fogja torolni magát. És én baromira sajnálom azokat, akik egy ilyen versenynek tekintik ö, ezt a, ezeket a dolgokat. De vill, ez van, hogy 44 vagyok, három gyerek, két munkahely mellette. Gratulálok! Főleg, hogy bírod mellettük a két munkahelyet, azért nem lehet semmi. Itt a Twitch-en megtehettem, és csak úgy repül az idő. Hát én megértem, tehát három gyerek az gyakorlatilag egy ilyen idővortex lehet, hogy így nyeli az időt. Szent 007 mondja, hogy ilyen 25 leszek szeptemberben, és így már négy éve dolgozok, és csak úgy kiugrott az idő az ablakon egyik nap a másik után. Nagyon-nagyon figyeljetek erre. Különben borzasztóan figyeljetek arra, hogy hálát adok a magasságos úristen. Pont egyébként anyámmal beszélgettem erről, hogy utána gondolva, így, hogy tudom, hogy milyen gyerekünk lett, ezt lehet, hogy tíz évvel korábban be kellett volna vállalni. Viszont ha tíz évvel korábban bevállaljuk, nem biztos, hogy ilyen lett volna. Ez olyan, hogy nyilván nem tudom. Tehát, hogyha le, tudnék utazgatni Dr. Strange módjára mondjuk a különböző dimenziós síkok között, akkor tök szívesen megnézném azt, a, azt az idősíkot, ahol ez mondjuk megtörtént. Hogy ott például milyen eredménnyel zárult volna. Lehet, hogy elég nyugtáznám, hogy, hogy jól döntöttem, hogy így döntöttem. És lehet, hogy kurva depressziósan jönnék vissza, ha kiderülne, hogy egyébként ugyanott tartottam volna akkor, mint most. De, de, nem, de jelenleg nem érzem azt, hogy rosszul döntöttem volna. Nem érdemes sietetni semmit. Szerintem ne. Na srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnálom, hogy egy óra után csatlakoztak még hozzá ennyien, de fogjuk majd még folytatni. Pénteken szintén lesz duzzogás, és akkor viszont videójáték híreket fogunk összegezni, és kibeszéljük a hét fontosabb történéseit. Olyan dolgok jöttek, hogy szerintem, szerintem lesz mit. Imádlak titeket, vigyázzatok magatokra, és pénteken ugyanitt. Sziasztok!